szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Itt fekszik előttünk egy népszavazási kezdeményezés, aminek az a célja, hogy az emberek kifejezhessék akaratukat arra vonatkozóan, hogy Magyarországon az állami csúcsvezetők fizetése ne lehessen több, mint 2 millió forint. Majdnem 200 000 aláírás gyűlt össze. Mi azt gondoljuk, hogy ennek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az országgyűlés és a kormánytöbbség megszavazza ezt a népszavazási kezdeményezést. Azonban nincs kétségünk afelől, hogy a kormánytöbbség ezt nem fogja megszavazni. A kormány ebben az esetben úgy látjuk, hogy fél. Fél attól, hogy az emberek elmennének szavazni, és azt mondanák, hogy nem. Ez a nem azonban nem csak arra vonatkozna, hogy ne legyen 5 millió forint a bérplafon, és hogy ez alacsonyabb legyen, hanem ez a nem a kormány társadalom és gazdaságpolitikájára is vonatkozna. Kimondanák ezzel az emberek, hogy a kormány társadalompolitikája csődöt mondott, és nem lehet folytatni az ország szétszakítását tovább. Nem lehet azt folytatni, hogy egyre kevesebben éljenek jómódban, és egyre többen szegénységi küszöb alatt. Egy ilyen népszavazásra azt gondoljuk, hogy akkor is elmennének az emberek, hogyha nem lenne olyan plakátkampány, mint a migrációval kapcsolatos népszavazás során, amikor több mint 10 milliárd forintot költöttek arra, hogy különböző plakáton, különböző fórumokon azt arra súlykolják, hogy az emberek menjenek el szavazni. Mi azt látjuk, hogy a Fidesz a 2010. évi hatalomra kerülés után teljesen megtagadta a korábbi elveit és a korábbi kiállását. Teljesen más kezdett el csinálni, mint amit 2010 előtt mondott. Azért egy néhány idézet. Orbán Viktor 2010. június 8-án a gazdasági akcióterv meghirdetésekor még azt mondta a parlamentben, nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4-5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is. Ehhez képest 2010 után eltörölték a bérplafont az állami cégeknél, de a látszat kedvéért fennmaradtak a 2 milliós fizetések. A prémiumok, béren kívüli juttatások, jutalmak ugyanakkor elszabadultak. Ekkor jött az újabb ígéret, hogy megállt parancsolnak a pofátlan prémiumoknak. Ez azonban nem sikerült, mint tudjuk. Tavaly aztán végképp feladták a harcot, és úgy döntöttek, ahelyett, hogy keményen fellépnének a pofátlan fizetések ellen, inkább megemelik a bérplafont. Így jutottunk el oda, hogy 2010 előtt még Orbán Viktor által is elfogadhatatlannak tartott havi 4-5 milliós fizetéseket már a kormányhatározat mondja ki. Csak emlékeztetőül. A bruttó 5 millió forintos sávba kerültek a pénzügyi szektorba tartozó cégek csúcsvezetői, de indoklás nélkül ide sorolták a Magyar Postát, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-t, a Magyar Villamosműveket, a Szerencsejáték ZRT-t és a MÁV-ot is. 4 millió forintot kereshetnek az állami energiacégek és a kiemelt stratégiai jelentőségi vállalatok vezetői, és 3 milliót a többi cégvezető. A 2,5-szeresére emelt bér ráadásul csak az alap. Ez fontos tudni, amire még 20%-os prémium jöhet, plusz az egyéb juttatások és jutalmak. Prémiummal együtt havi 6 millió, éves szinten 72 milliós lehet az az összeg, de a kormányhatározat szerint különösen indokolt esetben ennél magasabb prémium is adható. Azt gondolom, hogy aki minimálbéren van, nekik csak álom az ilyen jövedelem. Az állami cégvezetők után nem sokat kellett várni, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a fizetés emelésére sem. Az ő alapbére is bruttó 5 millió forintra nőtt, de a többi jegybanki vezető sem járt rosszul. Sőt, tudjuk azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és felügyelőbizottsági tagjainak is többszörösére emelték fel a tiszteletdíját. Erre mit lehet mondani? Nyilván azt, hogy Matolcsy Györgyöt meg kell fizetni. Hogyha önök nemet fognak mondani erre a kezdeményezésre, egyrészt azt kell gondolnunk, hogy önök ki akarják fizetni Matolcsy Györgyöt, és Matolcsy Györgynek az 5 milliós fizetését nem akarják 2 millió forintra lehozni. Nyilván szükségük van Matolcsy Györgyre, hiszen a Matolcsy György alapítványain keresztül nagyon sok közpénzt tudnak kitalicskázni a Fidesz hátországának. De további adatok. A megemelt bérplafonnal tovább nőtt a szakadék a vezetők és a dolgozók fizetése között.
A minimálbéres dolgozó és a vezető közti bérkülönbség 20-szorosról 45-szörösre nőtt. Vagy ha a rosszabbul kereső ápolókat vagy szociális dolgozókat nézzük, akkor egy ápoló közel 2 évnyi fizetését keresik meg havonta az 5 millió zsebretevő állami cégvezetők. Azt gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan. A közszféra egészében nőtt az elmúlt években a dolgozói szegénység, közel 200 ezer állami dolgozó keres továbbra is a létminimum alatt. De ekközben az állami cégek dolgozóinak a bére sem nőtt, vagy alig az elmúlt 6 évben. Az általunk kikért adatok szerint a MÁV-nál 2013-ig nem is volt bérfejlesztés, utána is csak évi 2,5%. A Nemzeti Vagyonkezelőnél az elmúlt 5 évben egyáltalán nem volt fizetésemelés. A Magyar Postánál idén még a pár százalékos béremelés megadását is feltételekhez kötötték. Ráadásul múlt héten Csepregi Nándor azt is belengedte, hogy a kormány a közigazgatásban és az állami cégeknél dolgozók 10 000-einek elbocsátásával kezelni a munkaerőhiányt. Megdöbbentő. Tehát nem elég, hogy a megemelt bérplafon sokszorosára növelte a különbséget a dolgozók és a vezetők fizetése között, most még a rosszul fizető állásukat is félthetik a munkavállalók. Bezzeg, azt kell látnunk, hogy a kormányzati vízfej azonban csak egyre nő. Ma többet költ magára az állam, mint valaha. A helyettes államtitkároknak és miniszteri biztosoknak se szeri, se száma. A kormányzati vízfej már közel 200 csúcsvezetőt foglalkoztat, 2-szer annyit, mint a 2010-es kormányváltáskor. Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy miközben milliók nyomorognak ebben az országban, a kormány az amúgy is jól kereső keveseknek emeli a bérét, az állami cégek top menedzserei mások több évnyi fizetését tehetik zsebre havonta. Mindenből az következik, hogy az LMP messze menőkig kiáll amellett, hogy ismerje meg a kormány az emberek véleményét arról, egyetértenek-e az állami csúcsvezetők bérének csökkentésével. Mit gondolnak arról az emberek, hogy egy olyan országban emelik 2,5-szeresére az állami vezetők fizetését, ahol a lakosság 41,5%-a él létminimum alatt, ahol a dolgozók 2/3 az átlagbér alatt keres, ahol 100 000-ek nyomorognak a szegénységi küszöb alatt közmunkabérből. Mit gondolnak az emberek az 5 milliós bérplafonról ott, ahol szociális és egészségügyi dolgozók több éves fizetése landol havi bérként az állami vezetők zsebében, ahol a kormánypolitika szintjére emelkedett az olcsó munkaerő és az alacsony bér politikája, ahol átlagban mindenki tehet egy lépést előre, de ez azt jelenti, hogy egyesek kilométereket szaladnak előre, mások pedig kilométereket maradnak le. Az LMP korábban törvényjavaslatot is benyújtott arra vonatkozólag, hogy a bérplafon csökkenjen, aminek a lényege az volt, hogy a mindenkori kötelező legkisebb munkabérhez kötöttük volna a fizetési plafont, annak 20-szorosában megállapítva a köztulajdonban álló gazdasági társaságok minden vállalkozójára vonatkozóan. Ez ma praktikusan 2 milliós bérplafont jelentett volna, de ahogyan megszoktuk, ezt a javaslatunkat is leszavazták. Mint ahogy minden olyan a dolgozói szegénység felszámolására vonatkozó javaslatunkat, ami az adórendszer megváltoztatásán keresztül emelte volna az alacsony keresetűek bérét, a minimálbér nettóját a létminimum fölé emelte volna a munkáltatók terheinek a csökkentése nélkül. Javasoltuk a közszféra valódi bérrendezését, de ezt sem támogatta a kormány. Azt javasoljuk a kormánynak, hogy legyen bátor, merje megmérni magát, ne csak a migrációs kérdésben, hanem olyanokban is, amelyek az emberek mindennapi életéről szólnak. Köszönöm a figyelmet.